Hát nézzétek meg, gyerekek! Mi történik, ott találjátok ki? James menjen a minivennyivel. Utánfutós, rajta van egy hatalmas mangófa. Nem hatalmas, de... elég jó darab. Lassuljak le, hogy a pótnál szívjam. De költöznek, van egy kedvenc mangófa, azt mondja, ezt áthozom ide. Majd talán én is fogom évezni a gyümölcsit, azt mondja. Na jó, menjünk el, ültessük el. You're crazy, man! No, it ended up. You unhooked that hook right there. That's a big ass tree, man. The wind was blowing it, and I keep getting broken on the thing. Wow. Need a hand? Of course. Wow. Did you bring shovels? I got one too. Okay, all right. I haven't tied yet then. Man, we can eat food out of this field in June, huh? Alright, let me change my clothes. No. Elültettük a gyönyörű szép mangófát. Nézzétek meg, milyen édi. James megnyílta, azt mondja, azt olvast, hogy 30%-át le kell vágni a fának, mikor átülteted. A gyökerek nem fogják bírni táplálni. Nézzétek meg a kicsi mangókot rajta. Valószínű nagy részét el fogja hullatni a gyümölcsnek, le is kéne látszedjem a gyümölcsüköt. Ugye a gyökér növésre tudjon energiát fordítani a fa. De mindegy, úgy hagyom. Ez egy Valencia Pride mangó. Nagyon finom, s nincs benne sok izé kötél. Ilyen hosszúkós, elég nagy darab. Majd meglássuk, mi lesz belőle. Törzsire James tett ilyen műanyagot, hogy védje, hogyha a fűnyíróval menjek közel. Ebbe a hatalmas nagy vajlingba hozta át. És ebből még van ott egy csomó előmutkor hozott át egy utánfutónyit. Na, ugye úgy döntöttem, hogy ezt a sort be fogom itt teljesen ültetni fával, mert a bekötő út az itt lesz, itt még fel kell tölteni, és azt hagyom most, úgyse tudom, nincs markológép se. Megveszem a billáncsit, itt kezdem feltölteni, és azt a sort beültetem, ott lesz egy dupla sorfa, egy sor banáns, ide még egy sor egyéb. Na jó. Ennyi volt James mangófa ajándéka.